Tizenévesként már lehetősége van a gyerekeknek diákmunkát vállalni, és számtalan lehetőség közül választhatnak. Napi néhány órában, vagy akár hétvégente kereshetik meg azt a pénzt, amit később elkölthetnek, vagy félretehetnek egy régóta dédelgetett álomra, mint ez a 19 éves lány, aki jogosítványra gyűjt, így most egy tolnai pékségben dolgozik diákmunkásként. Leginkább a jogsi miatt, de úgy voltam vele, hogy nem anyukámtól szeretném a pénzt állandóan elkiregetni, hanem úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha én keresem meg rá, és azt veszek belőle, amit akarok. Szakszerűen illeszti bele a formába a pizzatésztát az egyik diákmunkás. A fiatalok számos feladatot látnak el Faddombori egyik népszerű éttermében. Köztük van a 18 éves Imre Lili is. A Garai János gimnázium végzett tanulójának is igen szerteágazó feladatokkal jár a munkaköre. A munkánkba beletartozik, hogy reggel kipakolunk, felsöpörjük a teraszt, aztán amikor megérkeznek a vendégek, fogadjuk őket, kiszolgáljuk őket, elkészítjük az italjukat, a pizzájukat kivisszük, aztán elpakolunk utánuk és várjuk a következő vendégeket. Hát néha segítünk ott, ahol kell, például palacsintát sütöttem az előbb, meg igazából mindenki segít mindenkinek éppen, ahol szükség van rá. Lili a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatja a tanulmányait, de előtte úgy gondolta, pénzt keres, munkatapasztalatot szerez. Tavaly is itt dolgoztam már, és leginkább az emberek, a munkatársak miatt jöttem vissza idén is, mert nagyon szeretem őket. A lány úgy véli, sokat profitál a nyári diák munkából. Mindenképpen abban, hogy kicsit kitartóbb lettem, és megtanultam, hogy dolgozni. Nem esik mindig olyan jól, de akkor is el kell fejezni, ha már elkezdtünk egy napot. Faragó Lucának nem kell elmagyarázni, miként kell sörcsapolni. A felszolgálást volt ideje megtanulni az első Béla gimnázium végzett diákjának. Azt mondja, a vendéglátó ipari munka igen kemény fizikailag, mégis szereti csinálni. Igazából hozzá lehet szokni, de igen, kemény. A Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus vendéglátás szakán kíván tovább tanulni, így a nyári diák munka során szerzett munkatapasztalat nagyon hasznos számára. A fizetését pedig az albérletre költi majd. Sok tapasztalatot fog gyűjteni, és gyűjtök. Fontos is, ugye a turizmus vendéglátás szak miatt. Szeretem csinálni, élvezem, és majd ebbe szeretnék elhelyezkedni a továbbiakban. Az étterem üzletvezetője elmondta, jelenleg 10 diákmunkást alkalmaznak konyhai kisegítőként és felszolgálóként. Többeknek ez az első munkahelye, úgyhogy itt ismerkedhetnek meg a munka világával, a vendéglátással. Az előnye az, hogy nagyon motiváltak, akik ide jönnek hozzánk, és lelkiismeretesen dolgoznak, nagyon sokat szeretnének jönni hozzánk, ez nekünk nagyon jó. Hát igen, a hátránya az, hogy vannak, akik tapasztalatlanok, viszont ugyanakkor vannak, akik úgy jönnek ide, hogy ők már dolgoztak vendéglátásba. A költséghatékonyság és a fiatalok lendülete szól a diák munka mellett. Leginkább a rugalmasság miatt választottuk ezt, hiszen ilyenkor ők nyári szünetbe többet ráérnek, így könnyebb a beosztásokat megcsinálni.